Arany János, a fülemile Hajdanában, amikor még így beszélt a magyar ember, ha per úgy mond, hadd legyen per, ami nem volt éppen oly rég, valahol a Tisza háton élt egy gazda Pál barátom, és Péter annak tőszomszédja. Rólok szól e rövid példa. Péter és Pál tudjuk nyárban összeférnek a naptárban, könnyű nekik ott szerényen megárulni egyé kényen, Hanem a mi Péter Pálunk háza körül más találunk. Zenebonát, örök patvart, majd felfordítják az udvart, rosszom szomszédság, török átok. És ők nem igen jó barátok. Ha a pál kéménye füstöl, Péter attól mindjárt tüsköl. Ellenben a Péter tyúkja, ha kapargál, a szegény pál háza falát majd kirúgja. Ebből aztán lesz hadd had, mely a kert alá is elhat. Ez sem enged, azt se hagyja, s a két ház kicsinyen adja. Összehorgolnak keményen, mint kutyájuk a sövényen, innen és túl összeugat, s eszi mérgében a lyukat. De hogy a dologra térjek, ember emlékezet óta állott egy magas diófa Dísze ül a pálkertjének, kertjének. A szomszédba nyúlt egy ága, melyet Péter, mint hogy róla a dió is odahulla, bölcsen eltűrt, le nem vága. Történt pedig egy vasárnap, hogy a fent írt fülemile, épp a közös gajra üle. Azt szemelvénki ki oltárnak, honnan Istent jókor reggel magasztalja szép énekkel, megköszönve a napot, melyre ím felvirradott, a sugárt és harmatot, a szellőt és illatot, a fát, melynek lombja zöld, a fészket, hol párja költ, az örömet, mely teli szívecskéjét elteli, Szóval, ami benne él, mit körében lát, szemlél azt a pompát, fényt és színt, mely dicsőség, semmi kétség, ő érte jött a létre. Csupán ő érette mind. El annyira, hogy Pál gazda, aki gyönyörrel ott hallgatta, így kiáltott örömében, Ú, Istenem, uram, Beszépen fütyöl ez az én madaram. A kendé bizony az árnyéka, Mert olyat mondok, hogy még a Hangzik által a sövényen, Egy goromba szó keményen. Hát kié? patogja pál, Mikor az én fámra száll, De az én portálom zengett, Hogy illetné a fütykendet. Bál nem hagyja őtet úgyse, Péter ordít, ő meg úgyse. Többről többre szóró, szóra vagy citokra majd, karóra majd, mogorván, átugorván, örre mennek, hajba kapnak. Örömére a szent napnak egymást ugyan vérbe, fagyba, hanem a just mégsem hagyva. Pál azonban bosszút forral, és ahogy van, véres orral megy panaszra bírót, búsít, s melyet a vérszeny tanúsít, a bántalmat előadja. Jogát úgymond ő nem hagyja, inkább fölmegy a királyig térden csúszva, de a füttyöt, mely az ős diófárul jött, nem engedi, nem, halálig. Nyomatékul egy tallért dob az igazság mérlegébe, mit a bíró csúsztat a jobb oldalon levő zsebébe. Pétert sem hagyja pihenni a nagy ártatlan igazság. Nem rest a bíróhoz menni, hogy panaszát meghallgassák. Így úgy történt, elbeszéli, övé a fütty. Ő azt véli, nincs vármegye, ki elvegye, nincsen törvény, nem lehet per, hisz azt látja Isten ember. De hogy a beszédet össze annál jobb rendben illesse, az ütlekből sokat elvesz, és a joghoz egy tallért tesz mely is a bírói zsebben bal felől a szív iránt meghúzódik a legszebben. Felderül a kívánt nap, mely a vitát eldöntse, hogy a fülemi lepörben kinek szolgál a szerencse. Ám de a bírót most cserben hagyja minden tudománya, és ámbátor két prókátor minden könyvét összehányja, és minden írás céljeltúr túr is. Ilyen ügyről Madár madárfütyről, mit sem tud a korpusz Júlisz. Míg nem a bíró haraggal ráütvén a két zsebére, s rámutatván a két félre, törvényt mond e szavakkal a szegény fülemilére. Állja kentek! Se ide nem, se oda nem fütyöl a madárka, hanem nem. Jobb felőlüt, nekem fütyöl, bal felőlüt, s nekem fütyöl. Elmehetnek. Milyen szép dolog, hogy már ma nem történik ilyes lárma. Össze a szomszéd se zördül, a rokonság csupa jóság. Magyar ember fél a pörtül. Nincsen osztály, nincs egyesség, hogy szép szóval meg ne essék. A testvérek összeférnek, fele barát, mind jó barát. Semmiségért megpörölni, vagy megenni, vagy megölni, Egymást koránt sem akarja, de hol is akadna ügyvéd, ki a fülemile füttyét mai napság felvállalja.